Hosszú ideje már alacsony a telfelvásárlási ára, így gazdák tudatosan csökkentették a termelést. Alacsonyabb hozamot céloztak meg, de így sem sikerült elérni céljaikat. Ennek oka a tejtermékek túlkínálata, különösen a szomszédos országokból érkezik sok ilyen termék. Éppen ezért a hazai termelők közül sokan egyre inkább átállnak a marha hústartására. A termelők egy fél éves kivás után, Egyre inkább kezdenek átállni, abba adják a tejtermelést érsen adják a fejűházakat, és egyre inkább átállnak a húsmarha tartásra, ami teljes mértékben egy hosszú és lassú folyamat, hiszen egy húsmarha tartása teljesen más technológiát igényel, persze megfelelő áttérel jól tartható, illetve másik ilyen lehetőség, hogy a, a, ha nem is emelkedő áron, de stagnáló biztos piaci találnak a, a, a vágómarha piacán. Jelentős mértékben megnövekedett a törökországi, illetve az olaszországi piac a húsmarhajánt. Itt honnan nagyon jó minőségű takarmánynak köszönhetően kifejezetten jó minőségű a szarvasmarhák húsa, amit belföldön és külföldön is jól tudnak értékesíteni a tenyésztők.